A videó óta az Unibet támogatásával készítettük el. Szia! Most, ha veszel a Lead Shopban egy ember energy drinket vagy ember üccsit, akkor ingyen van a szállítás. Akkor is, hogyha más veszel mellé, bármit. Szóval a lényeg az, hogyha van egy üccsi, amit rendeltél, onnantól kezdve ingyen van a szállítás, ha hozzácsapsz valamit, akkor is. Azt a végén írd be a kuponkódot, ami a Joseph Ripiam! Aki októberben rendel és használja a kuponkódot, azok között ki lesz sorsízva a vidinyó kártya, testvér! Ez a vidinyó kártya! A vid van a képen, halló! A link a leírásba. És a mai adást a legnagyobb streamer stúdió hozta létre, a Zsuniverzál! Ez hihetetlen volt, baszd meg! 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Jó napot kívánok mindenkinek, és szia! Hello! Üdvözöllek ebben a csodálatos, fantasztikus memozzulásokba. Szevasztok, bátyáim! Szevasztok, hello mindenkinek, csákány! Erpézni fogunk! Döbbenet! Na, erpézni fogunk, kedves barátaim! Tartsatok velem a mai adásba! Szia, néző! Szia! Üdvözöllek! Hello! Félig telemán! Sziasztok, hello! És itt is vagyunk. Nem bugoló háttérrel. Nem tudom, figyelitek-e. Megmar a vipera. Nem bugol a háttér! Tapsot! Én vagyok a király. Remélem, hogy működni fog a hang. Le se teszteltem. Figyelj csak! Nem, futottam sem erre. Frizurádnak kezdeni kell valamit, mert elburjánzott, mint az ajnövényzet. A barjak beköltöznek abban a csicska fejedbe. Hogy nézel ki, te bozott arcú? Most fogok menni a fodrászhoz. Már régen kellett volna, hogy nézel ki, mint a szurcseb, mint a nyíltörés, ja. Bazd meg. A vasárnap hajnali diszkóba lesett. Nincs bocsánat, oda kell figyelni a megjelenésre. Hányszor mondjam el annak a nagy lapát fejednek, ha? De most de neked is figyelj csak! Ja. Mondom, hogy álljál le! Télen meg lesz ütögetve. Mit akartál mondani? Gondot fussál hát, neki még egyszer a fogaskerék? Hát csak, hogy neked is... Igen? Lenne üt volna a hajad egy kicsit már. Azért, mert az anyád úgy szíta a passzomat, hogy kiugrott a pesték a hajamból. De ez divat te, Beri. Pigmentek? Hát, ez divat. Nem veszed észre? Ja. Itt hát, a stílus, ez a stílus, nem a koronavírus. A orszaőröd is megnőtt. És figyelj csak itt minden, ezek apró kiegészítők, amikkel élni kell. Nézd csak, ha visszapillantóba. Látod azt a pillanat? Az ki? Az a Lali volt, láttam. Hát hova megy? Valami, hát valamit pakolt, láttam. A kurva anyja. Így kilátsz? De ez az, mi az a teherautó? Nincs is jogsia. Örök, figyelj, kérdezhetek valamit? Igen? De csak ez egy részlet, neked van. Hát az mindegy. Ah, érted, ugye? A véremben van. De a Lajosnak tudod, mi van a vérébe? Cukorszín. Lófasz. Koleszterin. Érted? Meg a buziskodás. Maximum. De mit cipel a kezibe, hát? Hát, hogy mindjárt jövök, van egy kis dolgom. Ennyit gondolsz? Hát honnan tudjam? Nincsen tárcsa? Mondtam neked, hogy kópusz. Persze, periszkópom van, az jó. Szextáns, elővegyem? Figyelj csak, én megmondom őszintén. Elmúlt napokban, igen. Passzomat napórának szoktam használni. Te is? Igen. Van árnyékot, Pet, hogy mindig elkezdek fázni, dideregni, hiába van kánikula. Kilövöm a passzomba. Várjál, mert akkor lebukunk a Lalina. Jó legyen. Van a szava. Te mit rántad ránk a kormány? Figyelj, menjél már innen el a kurva anyádat! Nem látod, nem ha látod, nagy beszélgetésekben vagyunk? Azzal a szarral takarodjál már innen, Dick! Még ráhúzod a kormányt a kocsira, buzi gyerek! Ha? Ha? Problémádban? Problémádban, rigófejű? Ha? Takarodjál innen a passzomba, megmondtam! De nem kell a pénzed, bazd meg! Takarodj! Mit magyaráz? Azt mondta, hogy ilyen kis fasszal hogy lehet élni? Mint a tiéd? Hát azt én sem tudom. Party all the time, all the time.
Az jó? Hát melyik az éneklésed? De ezt én énekeltem fel. Nem, hogy megsüketítem, de még két diopriát romlott is a szemem, olyan hangot van, bazd meg. Majdnem elsírtam magam, és nem a gyönyörtő. Érted? Ez duplán ragasztott üveg, hogy kibírta, hogy ne basszom, törjön, robbanjon be? Na jó, akkor tudod mit? Inkább kikapcsolom. Nem értékel semmit az ember itt. Neked mindig jót akar, és akkor te meg itt leszólonghatod. Már kicsit azért néha van vége a kapuhajba is, érted? Figyelj csak, Joker, mondjad az őszinteség, tudod, az igaz barát, az... Legnagyobb fegyvere? Nem, az egy köcsög, az igaz barát. Ja, igen. Aki nem nyol be meleg szarig, az egy buzi, érted? És aki a meleg szarig benyol, az nem. Az is buzi. Hallod? Igen? Igen? Hallja. Szóval, hogy aláírtuk egy szerződést, hogy nem adhatunk ki semmilyen információt a helyről, meg hogy hol van. Aha. Mert hogyha abban az esetben, hogyha Ágnes, köszi szóval. Figyelj csak ide! Kurva anyádat, tudjad, kivel beszélsz, mi az, hogy te milyen szerződés? Tudjad, hova tartozó? Meg leszel ékelve? Rád baszok egyet, azt elsüllyedsz, mint a Titanic. Kis köcsög. VIP jegyet legyenek előkészítve. Bepelindegesz! Előttem titkolózó? Nem titkolózó. Akkor meg... Itt a dragonoidot kihoztam. Figyelj csak, megmondtam, VIP jegyek legyenek a rendezvényre. Aláírások Dogi Anditól. Aizulu Börtő. Érted, buzi gyere? Lali, te most nevetsz az öregen? Uborkora. Most te vetsz az öregen? Ne tedd le! Aletta Ocean. Ne tedd le! Főbassz! Főbasszol! Úgy elberem, beszorik. Érted? Dogi Andiban mi van? Szerzen egy aláírást? Milyen aláírást? A Dogi Anditól. Én? Hát honnan tudjam? Szerezzél már, hát bekeretezel. Figyelj már ide! Sziasztok! Szia, Lazlán! Mesélj már, mi volt ezen a... Jó volt a rendezvény? Rendezvény. Nagyon jó volt. Várjál, szabad, ne feled, kis köcsög! Öregére már velem egy pirinasza. Figyelj csak, Lali! Úgy szájba baszlak, hogy kitagod az anyád. Öreg. De mi miért? Mert nem rendeztél nekem belép, találkozhassak a Dogi Andival. De ez tényleg úgy volt, hogy ez egy... Sajt 32-vel. Zárt körű rendezvény volt. Ja, értem. Akkor ezután sok minden zárt körül lesz, azt tudod, te büdös geci. Figyelj csak, megmondtam, hogy a Dogi Anditól szerezi a leírás, mert ki leszem pokszolva, minden akkor hát, szipő. Én is sok mindenkitől akartam, és azt történt, hogy... Ott? Mesélj már, Lali. Hát ott volt ugye a Sirius szem. Igen. Hello, sziasztok! Igen? Igen, a Uborcraft is ott volt. Doggy Bandi. Doggy Andi. Őt mondjuk pont nem láttam. Ice Blue Bard. Egyébként. Ice Blue... De mi? Ne haragudj, de nem direkt volt. Ice Blue Bard is ott volt? Ott volt a James MC is. És a Tűbárié? Ice Blue Bird is. Tűbárié? Hát ők nem, sajnos. Ott volt a José atya. Azt nem ismerem. Hát mondjuk én sem ismertem meg. A büdös kurva anyádat! Mi az, hogy minket nem hívte? Hirtelen jött passzopu. Ötlet volt. Amikor érzed, hogy kell valami, vagy segítség kell, vagy meg kell védeni, akkor jók vagyunk, igaz? Azt utána meg szégyelsz minket, te? Villamos ütköző fejük, geci! Nem szégyellek, öreg. Te! Szégyelsz! És tudod mi az igazság, Lali? Hogy mi soha nem hátolgatjuk fel neked azokat a dolgokat, amiket mi szoktunk neked tenni, ott volt! Ott volt a C-turbo! Kurva anyád! Szegény. Engem is úgy hívtak. De és akkor engem miért nem tudsz hívni? Megmondod, hogy a gyámod vagyok. Mert az vagyok. Mondjuk igaz. Passzopaszti, de nem tudsz, hogy letagadsz minket. Jó ötlet. Jó, és akkor mondd el, légy szíves. Ez már kijárt. Banyát. Figyelj csak, mondd el, légy szíves, hogy pontosan földrajzilag hol helyezkedett el ez a rendezvény, ahol te most voltál a mai napon. El tudlak vinni. Gyere akkor, legyél az szíves. Gyere. Jó. Itt volt, látod? Itt voltatok a Lafuente Blancába? Így van. Itt volt az itt volt a rendezvény. Jó, hát akkor mutasd, vezess már körbe. Hát és on volt a Dogi Andi, meg ezek. Hát a celebek bent azért voltak a kocsit zárt le. Házba. Igen, de ugye ha hazudnál nekem, akkor megbaszhatnám a szádat. Ugye? Persze. Igen. Szóval bent voltak a házba a celebek. Igen. Nem nagyon jöttek ki. És itt be lehet menni most? Megnézni, hogy... Hát, szerintem zárva van. Biztos? Igen. De nyitva van, akkor belerúghatok egyet a fejedbe, ugye? Lalika. Igen.
Most szerencséd van. És erre voltak a kiállítás. Hol? És milyen kiállítás? Hol volt? Mutasd már meg akkor. Ott, a garázsokat kinyitották. Hát tudod, az egyik még félig nyitva. Itt voltak a bakugánok kiállítva. És még mi volt? Féle. És beállítva nem volt? Csak ki? Ki, igen. Aha. Valaki tud állítani. Ajaj. Ez ki ez? Nem élőjük ki a múlt? Ez nem a Doggy Andy volt? Na jó, valójuska. Valaki megverte a Doggy Andyt, akkor bányászérmét nyert a... De golfnál, mi? Rendes boxban vagy mi? Nem, golfban. Ja, azt hittem. De nagyon jó volt, legközelebb is lesz. A kurva anyád! Ne! De ne hazudjál! Ne hazudjál, Loli geci! Mutass egy fotót akkor. Egy aláírás. Nincs. Bizonyítékot. De nincsen, öreg. Hazudsz. Hazudsz, te tüdő. De mi miért hazudnék? Hát itt van, nem is már, nézd meg, nem is a Drago Bakugánom van már, hanem egy aqua izei. Jó, van, kiszopod az akpapaszt. Kit érdekel a mosóporszarságod? Hol voltál igaziból, köcsög gyerek? Hát de... Ne hazudjál nekem, Lajos! Jó, voltam a rendőrségen is, mert... Igen? Mert? Bevittek, mert a James MC feljelentett. Mert rombáltam. Mert mit csinál, a szerverét főtörted? Ha? Nem, mert... A spamnod? Belerúgtam a lábába, azt bement Game Mode 1-be, azt mondta, hogy ti küldtétek, én végigjátszom. Azt végigjátszotta? Igen, és bevittek. De ne hazudjál! Hány éves a James MC? Hány éves? A norvég James MC, nem a magyar! Van norvég? Ha? Igen! Figyelj csak ide, Nali! Kurvanyádi hazudozol nekem, te most a bizalmamat nagyon elbasztad. De öreg, hát... De ne popázzál ki vagy tagadba, Mátó Pogba, 13. kerületi cigánbaidai jogosultságomnál, Pogba! Megposztolok minden előnyöttől és jogottól! Mátó kezdve, ki vagy tagadba a cigánságból! Világos? De öreg, ne! Ne popázzál, megmondtam, míg én beszélek! Mi a fasz? Hát be kell mennem a rendőrségre, mert azt írja, hogy tisztelt az Isten, megbassza már ezt. Jézusom. Kérjük, páradjon be, mert egy polgári pörös eljárás keretein belül, ahol ön a nemi szervével körberajzolta egy fiatal hölgy száját, és azt üvöltötte közben, hogy szopjad a bőrlabellót, te kurva. Eljárás indult, és ezért be kell páradnom. Kérem, egyedül jöjjön, ne hozzon senkit magában. Halló, jó napot kívánok, tiszteletem! Jó napot kívánok, főnök, tiszteletem! Jó napot kívánok! Halló! Hector megnyerte a dodzsot, ami... Ez milyen lenne? Szia, öreg! Nem találtam senkit, bazd meg. Figyelj csak ide, bocsánat. Búvár vagy mi? Há, búvár kurd kapitány. Én itt följöttem ide most, mert ide idéztek engemet, azt nincs itt senki. Maguk azt hiszik, hogy én szarom az időt, bocsánat. Most is három gyerek, négy gyerek, tíz gyerek van. Egyik itt, másik ott. El kell látni, dolgozok napszámba. Érti? Azt maguk itt basszak az időmmel. Akkor meg valamit csináljanak már. Mert tényleg bazzak, most már pörgőt rúgok kettőt, hármat. Azt eltörök itt egy-két lábat. Hívhatod a 12-t. Így van. Jöjjön, üssünk össze, na. Ha? Nem szabad. Miért nem? Pinád? Szolgálatban vagyok. Milyen be? Nagy menübe van ez a szolgálat? Krupliba? Nem. Miért nem? Erdős szolgálatban. Hogy hívják magát, bocsánat? Csak búvár. Búvár kapitány? Igen. Ha? Látott már egy felfókot? Ha? Igen. Akkor adjon a seggemre egy csókot tisztelettel. Remélik az ajánlatot, köszönöm szépen. Mert miért nem? Azért, mert cigán vagyok, maga egy rasszista? Nem. Ha? Nem. De maga egy rasszista? Elnézést! A jelvény számát hogy nézzem mit meg? Hallottam? Ez lecigányozott ez a köcsög. Hallod, buzi gyerek, te maga ne cigányozzál. Miért mondja, mit kell rasszistán viselkedni, ha? Dehogy nem, ne hazudjon. Jegyzőkönyvben fogjuk venni itt a dolgokat, mert ez... Jó napot, uraim. Jó napot, a Jack Búvár lecigányozta az úriember. Bocsánat. Tisztelettel. Ide jött és azt mondta, hogy cigányokkal amúgy se. Mondom, mi van? Tessék, mit beszélsz? Azt már bebőrzett a szemem az idegtől. Ez a 20 éves... izé... redőny gurtni itt, ami... ami... Huzentroglinak használok, majdnem elszakadt, úgy fűfújtam magam.
Nézzétek azt a tudat! A sítrapod így védje vagyok, elveszett mindent. Megírogassál meg kezedet! Uram, magája a gépjármű? Az ennyi mi? Nekem nincs olyan gépjárművel. Hogy hívják az urat? Engem? Igen. Miért? Hát mert hogy magáé a gépjármű, vagy kinek a nevén található gépjármű. Feri. Igen, és... Taki a passzát a szádba benne. Nem is szerettem volna vezetni ezt. Bocsánat. Biztos úrma megint besétáltad magas rengetegbe? Nem, elnézés. Elnézés, biztos úr maga nem ismeri... Valakivel ott akkor... Doggy Andy? Tényleg volt egy Bakugan rendezvény, ahol ott volt a Doggy Andy? Hát nem tudom, nem ismerem. Nem hallott erről? Nem néz videó sokat? Nem. Akkor mit néz? Meleg fordul? Miért nem? Hát jó van, köszönjük szépen. Akkor most ki fog vezetni, hogy nincs jogosítványod, te bűnöző? Hát, én nem tudok. Akkor gyerünk, figyelj, Lali, zárd le, úgyis tisztes állampolgárok vagyunk, gyalogolunk, gyertek. Jó. Üdös kurva anyádat, Lali, a beledet ki fogom ereszteni ezért. Mi van? Mit kummogsz itt, faszopó? Ja, se semmi. Ha? A büdös mocskos kurva anyáda? Te hazud, geci! Már elég volt! Hol a Doggy Andy a leírásom? Há? Ez mi a geci? Ez ki a rák? Pusszulj innen a gecibe! Addig hol vannak ilyenkor a rendőrök? Pusszuljatok innen a gecibe, mert ki lesz szerezve a beletek? Ti lövöldöztetek, csöves geci? Dehogy itt. Gyere szállj be. Meg kik vagytok ti? Ki lövött le minket, láttátok? Ja, de már meghaltak. Gyere, micsoda? Megkaptad az SMS-eket? Úgy hallottam. Nincs telefonom. Na az úgy, jó. Ki jött telefonom? Nem te? Hát én biztos nem az, aki vagy te. Kéne a pénz. Milyen pénzt, egy gyíkarcú? Figyelj, már úgy hallottad felé, hogy pénz. Nem. De normális vagy, nézzetek már rám. Úgy nézek ki? Mondjad, miken? Csöves gyász. Mit kitegyem ide a cucc? Ide kipakulok a kocsi motorház szetejére, rendben? Nincs nálam egy forint se, bazd meg. Fogjátok már föl. Tessék, kirakom a pisztolyt, az öngyújtott baseball ütet, chipset. Van 8000 dollárom. Kérem? Csak a pénzet kell, semmi van. Van egy kis időt észre, a pénz, keresni fogunk, jó? De milyen pénzt és mennyit? És ki a geci vagy te ezzel a szaros olimpiás kocsival? Figyelj, az a lényeg, a pénz meglegyen, jó? Értem én, hogy milyen pénzt akartak a rokonságosat, de... Még én se tudtam róla, nem vagy más. Nézd, milyen ügyesen brinyózik az őri. Van neki terpesztése, mi messziről is. Nézd meg az NB1-es vádlit. Ezt nem minden nap nézheted. Gyerekek, olyan jó ez az RP stream, olyan jó esik most, hogy történik valami, hogy rendes a Békés Csabát felidegesítettük hirtelen. Sziasztok, mi újság? Figyelj csak, meglettünk fenyegetve. Nem tudom, hogy játok-e. Kérdezhetek valaki? Igen? Valami, igen? Abban a pillanatban, amikor fenyegetésért, ki volt ott? Csak te? Igen. Akkor lettél fenyegetve? Figyelek. Nem? Igen? Külön kimondták azt, hogy van az igen. A bibircsókos fejű, aki úgy néz ki, mint a kutyát szopott volna. Mondtam, ez az, a Joker. Az a Lali, igen. Meg van egy másik, aki állandóan passzop, a szóval fogom a pókot kieszi a sorokból. Mondom, az a Lali. Azt mondta, hogy elsősorban belük van probléma, de mivel nem voltatok ott, ezért én, mint egy üzletkötő, MLM-es beszervező, így mondtam, hogy átadom az üzenetet. Szóval azt üzenték, hogy a büdös názáreti mocskos, csempeszobában nevelkedett sánta, dongalábú, retkes, púpos kurva anyátokat, és szedjétek össze a pénzt, vagy szétlettek baszkodva. Na. És ki az, aki szét akar baszni? Akkor miért nem engem keres meg, öreg, ha? Azt mondta, hogy ki volt lekapcsolva. Ez is a... Mit csinálta, ha én vezettem? Mélye jössz erre, ha? Mi az a kurva anyázat? Mi az, hogy mélye jössz erre, te csöbös geci? Gyere a kurva anyázat, te csöbes! Hát gyere már ide, mellyel vesztek le! A kurva! Állj le! Ajj! Asszom bele! Nézd csak, figyelj, nézd csak, így fogom, hátrúgzom itt szépen a kezedet, így mi. Jézusom! Szépen rárakom a bilincset,
Nagyon jó, jól viseltem, tudni. Halló, tessék! Szia, öreg, figyelj csak! Itt van előttem egy Stanetszi képű, ilyen befont hajú, ilyen Michael Jackson utánzat a vises fontot, tudom, annyi van egy kezébe egy... Figyelj, anyu, most itt vagyok a szerelőknél, és... Figyelj, nagyon rosszul vagyok, kiadom kell. A kurványán! Biztos úr, elraboltak ja, egy nem embert. Ne anyázzam, erre én vagyok az, figyelj már! Nem neked mondtam. Engedj már ki ember. Szia, figyelj csak! Itt van az úriember, hallod is amúgy szerintem. Szia, hallasz? Nagyon halka hallom, baszd meg! Hát itt vagyok, elraboltak és akar valamit mondani a Stanetszi képűért. Igen. Igen. Mindannyian. Engem is elraboltak! Szia, le kell tennem most. Le kell tennem most. Most le kell le, öreg! Ide kell jönnöd értünk! Meg vagyok bilincselve. Mi az, hogy meg vagy bilincselve? De hogy telefonálsz? Lábammal! Valószínűleg ez megrendezett téma. Csak közben jött egy olyan elrablás, ami nem volt betervezve. De egyébként én gecire élveztem, tök jó volt. Ajjaj. Itt mi folyik itt? Jézusom? Most mi a... De ők miért lettek? Elnézés! Szia! Megvagy ma uram. De most mi? Micsoda megmentés volt, geci? Itt valószínűleg valami zavar került itt az előre. Már vagyunk testvér. Szia! Meg, hát, Jézusom! Jó, hát szerintem itt ezt be is zárjuk most ezt a bókaficeket. Dolgozunk azon, hogy újra legyenek kicsit ilyen scripted GTA-k. Egyébként én nagyon élveztem, az elején jó volt, amíg közben csúszott ez a rablás, de nincs ezzel se semmi baj. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok ma! Nagyon szépen kösz a lájkokat, meg minden passzomat, ha tetszett, jövjetek egy lájkot. Nagyon szépen kösz mindenkinek, szia! Nagyon tetszik ez a vivinyó? Akkor legyél már csatornatok, kis táska! Emotokat kapol még minden lófaszt, és nagyon sok ilyen kifi-kapi videó készülhet még! Szia!